Köszönjük szépen az előadást Nagy Mártonnak, és a következő előadónk dr. Kerekes György, aki a Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRT vezérigazgatója, aki a magyar mezőgazdaság export lehetőségeiről fog beszélni. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. Engedjék meg, hogy rögtön a szűkkörű és kis társaságra tekintettel azt kérdezzem, hogy tudnak-e titkot tartani. Szeretnék elárulni egy műhely titkot. Egy U alakú épületben van az irodánk. Az U mind a három vonal a határolható szárában van egy-egy tárgyalónk, és ma reggel három arab úriember a vendégünk, akik nem szabad, hogy tudjanak egymásról. De azért ez nem kis logisztika a kollégáim számára, még a függönyöket is kellett húzogatni, mert a U-két szárából pont egymással látni. A lényeg az, hogy az egyik már régóta nyaggat minket azzal, hogy tejport, de bárhonnan és bármilyen áron. Ez egyébként ilyen üzletemberek mellett nagykövetek, kínai diplomaták és mindenféle más személyek keresik rajtunk. Egy másik klasszikus élelmiszeres disztribútor marhát keresne, vágó marhát viszonylag nagy mennyiségben. A harmadik pedig fagyasztott zöldségben utazik, és már viszonylag régóta szállít Magyarországról, de szeretné növelni a kapacitást, és ő vetette fel azt is, hogy neki vannak gabona kereskedő ismerősei, minden arra úgy kezdő, hogy van egy ismerősöm, és rögtön az ukrán válságról kezdett beszélni, hogy hát ők eddig Ukrajnából hozatták, mi lenne, hogyha most Magyarországról lenne. Tehát mondjuk olyan mennyiségi számokat mondanak, ami elsőre azt hiszem inkább megijeszt minket. Legalábbis, mint Magyar Nemzeti Kereskedőházat, mi azért még egy új intézmény vagyunk, úgyhogy a felvezető után engedjék meg, hogy egy pár szóban azért elmeséljem, hogy mik vagyunk, mit tudunk, mit szeretnénk csinálni, úgy általában is, meg ezen a speciális területen is. Nagyon régóta forgott már ez az ötlet a magyar külgazdaságban, hogy valamilyen módon vissza kellene hozni a magyar export aranykorát. Voltak ilyen külgazdasági kerekasztal ülések, amiket én is részt vettem ilyen zöldfülűként, mert ilyen nagyapám korú emberek meséltek arról, hogy hogy működtek régen az Impex cégek több ezer emberrel és hatalmas sikerekkel, és ugye azt szerették volna valahogy visszahozni. Én azt gondolom, hogy szerencsére addig-addig ütköztek a különböző elképzelések, amíg egy olyan alakult ki, ami azért egy 21. századi kereskedőházat jelent. Mi már nem építünk több ezer fős céget, nem építünk hatalmas infrastruktúrát. Ahogy az ember ma már nem telefonkönyvet használ, hanem Facebookot vagy valamilyen más alkalmazást, úgy inkább egy nagyon erős kapcsolati hálót próbálunk építeni, elsősorban az Európai Unión kívüli területeken. Ugye szoktak itt emlegetni keleti nyitást, de azért ez igazából egy globális nyitás. Egyáltalán nem csak keletre, majd látják, hogy földgolyó mindenfelé próbálkozunk üzletet hozni. Ugye a magyar állam az alapító, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kisebbségi tulajdona mellett, ami ugye főleg uniós versenyjogi szempontokból érdekes. A lényeg az, hogy a magyar állam ezt minden további nélkül megteheti, és a legtöbb uniós tagállam meg is teszi, hogy valamilyen a kereskedelemben aktívan is résztvevő céget hoz létre. Itt a mi kereskedőházunk is nyilvánvalóan a piacon, piaci feltételekkel, profitorientált módon működik. Annyi, hogy az alapító az állam, és mint a tulajdonos a közvetlen profit érdekeken kívül nyilván a saját külgazdaság politikai céljait is szeretné rajtunk keresztül is megvalósítani. Ezek gondolom, hogy ismert tények, ugye Magyarországon, és itt most nem csak agrárexportról, hanem teljes exportról beszélünk. Érdemes azt tudni, ugye, hogy 80% az exportnak azért a multinacionális cégek exportjával egyenlő, és még az a 20%, ami a KKV export, az is igazából úgy néz ki, hogy abból legalább 6-7% az beszállítói export, tehát valamilyen multicég exportjával lesz. Ugye szintén ismert, hogy a Magyarország exportja 76%-ban az Európai Unió valamelyik országába megy, legalábbis a globális statisztika szerint.
nem csak az agrár és élelmiszer exportra, a legtöbb ágazatra jellemző, de itt szintén azt gondolom, hogy ez nagyon fontos téma, hogy ez nem azt jelenti, hogy a magyar áruk, vagy akár szolgáltatások 24%-a jut csak el az EU-n kívülre. Nagyon sokszor a német, osztrák, vagy bármilyen más EU-s országbeli cégek, azok a közvetítők, akiken keresztül aztán végül az áru Kínától Brazíliáig bárhová eljut a világon. És nagyon nehéz ezeket a folyamatokat statisztikailag értékelni. Nekünk kifejezetten célunk, hogy utána menjünk ennek a láncolatnak, és megpróbáljuk rávenni a magyar cégvezetőket arra, hogy a mi segítségünkkel direkt exportot folytassanak. Egyáltalán, ha mélyebben belenézünk, akkor meg kell valahogy ideologizálnunk, hogy miért van ránk szükség. Ugye miért nem elég, hogyha én is kiállok, mint a Feldman úr az elején, és próbálom mondani, hogy ennyi és ennyi pénzt tudunk még hozzátenni az egyébként adott támogatásokon kívül. Igazából abból export nagyon nehezen lesz. Főleg ugye KKV export. Azt tapasztaljuk, hogy azok tényszámok, amivel tudunk dolgozni, körülbelül 3000 olyan cég van Magyarországon, aki érdemi export tevékenységet folytat, és magyar tulajdonú KKV. Ez nem lesz jelentősen több ez a szám. Ugyanakkor egy nagyon beszédes adat, hogy ezeknél a cégeknél egy majdnem teljes körű felmérés alapján azt tudjuk mondani, hogy 0,25% ember per cég az, aki az exporttal foglalkozik cégen belül. És ezen kívül nincsenek meg az alapvető külkereskedelmi technikai ismeretek, nincs erre fölkészült szakember a cégeknél, és nyilván nincsenek meg a kapcsolatok se a pénz és tőke hiánya mellett. A kereskedőház megpróbál egyfajta kiszervezési lehetőséget kínálni. Ugye alapvetően mi ügynökként határozzuk meg magunkat, de integrátorként szeretnénk működni, szeretnénk azokat a szolgáltatásokat is ajánlani a cégeknek, amiben hiányuk van. Logisztikai háttér megteremtése, a finanszírozás megteremtése, és itt nem csak az állami finanszírozási oldalról gondolok, hanem bármilyen más egyéb pénzintézeti finanszírozásról, exporthitelbiztosításról, faktoringról, bármiről, és azt a kapcsolatrendszert szeretnénk direktben nyújtani a cégeknek, amit egyébként nem feltétlenül tudnának megszerezni. Kiemelném azt, hogy milyen integrátor és inkubátor szerepet is szeretnénk ellátni. Már most van nagyon sok olyan jó cég, agrár és élelmiszer vonalon, aki felvállalta azt, hogy a saját szűkebb környezetében, vagy egy-egy áru tekintetében ellát integrátori szerepet. Nagyon sok olyan megkeresést kapunk, ami első ránézése is látható, hogy egy cég által nem teljesíthető igény. Itt jött be például valami több mint 400 tonnás libatolra például egészen konkrét és komoly megkeresés. Én ezt nem képzelni, ez egyébként úgy térben mekkora, mert nyilván ezt lehet préselni, de az biztos, hogy nincs egy kéz kezében, egy cég kezében jelenleg ennyi szabad kapacitás. Tehát mindenképpen szeretnénk felvállalni azt a szerepet is, hogy besegítsünk az integrátorok kialakulásában. Ami még fontos, hogy nyilván azzal, hogy állami intézmény vagyunk, azzal egy picit azt a nemzeti gazdasági országimást is igyekszünk építeni. Itt csak egy ilyen kis nyilas ábrával mutatom, hogy egyszerűen többek vagyunk, mint ügynökök, bár ügynöki szerződéseket kötünk a cégekkel, szállítmányozásban, de akár képzésben, a piaci információs struktúrásában, partnerek leinformálásában szintén ott tudunk lenni. Itt igyekszem közelíteni a konferencia szűkebben vett témájához, de azt még mindenképpen ketté kell vennem, mert ezt mindig kérdezik tőlünk, hogy hol látjuk Magyarország versenyképességét. Néhány hónap működés és nagyon-nagyon sok külföldi partnerre való tárgyalás után azt tudom mondani, hogy ki jó minőségű fogyasztási cikkre szinte biztosan találunk vevőt Magyarországtól keletre, és olyan komplett technológia és tudás transferre is, ami mérnöki szolgáltatást jelenthet, de például mondjuk agrártechnológiai exportot is. Akkor is, hogyha ebben kifejezetten kis vállalkozások vesznek részt. Annyi, hogy muszáj összecsomagolni az egészet valamilyen nagyobb és eladhatóbb konzorciumba, egy komplett szolgáltatáscsomagba vagy termék palettába. Úgyhogy a távlati célunk az, hogy egyfajta ilyen brandépítéssel ezen a két területen elinduljunk. Jelenleg ezt
Fontos megemlíteni, hogy működő irodai infrastruktúrával 8 országban, Kínában, Oroszországban, Kazasztánban, Azerbajdzsánban, Törökországban, Szaúd-Arábiában, Jordániában és az Emirátusokban vagyunk jelen. Ezen kívül másik kb. 15 országban már vannak a működő kapcsolataink, tehát már létrehoztunk ügyleteket. További 10 országban tervezünk idén irodát nyitni, Dél-Kelet-Ázsiában, Szingapur és Vietnám, az arab részt is folytatjuk, Kuvaittal és Algériával. A Nyugat-Balkánon szeretnénk elindulni, Macedónia és Montenegro. A szubszaharai térséget szeretnénk megcélozni, valószínűleg elsőként Gánát, és Latin-Amerika felé is nyitnánk, Brazília és Mexikó vonatkozásában. De mondom, ez egy olyan lista, hogy ezek a legfontosabb relációk, ahol irodával is jelen vagyunk, de egyéb együttműködő partnerekkel ennél még nagyobb, most mondjam, földrajzi vetületet le tudunk fedni. Nagyon egyszerű velünk kapcsolatba és szerződésbe lépni. Az első lépés az egy ingyenes regisztráció, így csak annyiról van szó, hogy együttműködési szerződés keretében megpróbáljuk a lehető legrészletesebben a legtöbb paraméterrel felvenni az adott árut, csomagolás, mennyiséget, minőségi jellemzőket, egyebeket, ahol tudunk ott árakat is, és ebben az adatbázisban van igazából ugye az egésznek a lelke. Folyamatosan bombáznak minket megkeresésekkel, így próbáljuk a lehető leggyorsabban összehozni a vevőt az eladóval. Ügynöki szerződést csak akkor kötünk, amikor már valamilyen ügylet kilátásban van. Mindig kérdezik, hogy milyen ügynöki díjakkal dolgozunk, ez nyilván nagyon függ a relációtól, meg a terméktől is. Agrár és élelmiszer vonalon azt mondom, hogy a 3% az ügynöki díj plafonja, inkább annál kevesebb, de a más iparágokban ennél egy picit több is előfordul. Hogyha személyesen szeretnének a kollégáimmal találkozni és felvenni a kapcsolatot és a szerződést megkötni, most éppen folyik egy ilyen roadshow-nk, gyakorlatilag minden nap másik városban a helyi kamara segítségével vagyunk jelen, ilyen kis kerekasztal beszélgetéseket folytatunk. Úgyhogy meg lehet könnyen találni minket így is, vagy pedig majd Budapesten. Egy picit akkor hadd beszéljek, amit mi látunk, vagy ami az eddigi tapasztalatok alapján tudunk mondani az agráriumról, élelmiszeriparról. Elsőként hadd mondjam azt, hogy ami a legnagyobb veszély, amit látok, ide egy csokonai remek szavait írtam, hogy denevér, babonal és bagoly vakbuzgóság, hogy rettentő sok félreértéssel találkozunk, nagyon sok keresnek meg olyanokkal minket, hogy mondjuk Távol-Keletre szeretnének ásványvizet exportálni, tejet konténerben kínaiaknak, egy csomó olyan, ami teljes félreértés, nincs meg sem a logisztikai alapja, sem az árban a versenyképesség egyáltalán, mint mondjuk a tej és a kínaiak esetében még ugye a kompatibilitás egyszerűen biológiai okok miatt. Úgyhogy ezeket úgy érdemes tisztázni. A vakbuzgóság, meg mondjuk a diplomáciai testületek részéről, ugye minden magyar nagykövet szeretne magyar borbemutatót szervezni, mindenki úgy gondolja, hogy majd a borexport kihúzza a magyar mezőgazdaságot a kátyúból, úgyhogy ezeket elég gyakran vissza kell vernünk. A konkrét és komoly felvetések között nyilván a legfontosabb az, amivel találkozunk, az az árualap kérdése. Ugye a saját partnereink felé a legnehezebb elmagyarázni azt, hogy ugye van egy limit, amilyen mennyiségekkel tudunk foglalkozni, és akkor rögtön jön a minőség, egy adott minőségben mi az a maximális mennyiség, amit tudunk szállítani. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kihívás itt az exportfejlesztés tekintetében. És nem kell orosz piacnak lenni, hanem elég, hogyha azt mondom, hogy az azeriek egy hónappal ezelőtt a Gazdasági Vegyes Bizottság ülésen egy szép kerek 10 000-es számot mondtak arra, amennyi marhát vennének. Én szerintem azt sem lesz egyszerű kitölteni, megpróbálok a VMS kollégák nézni. Hát bátran jelentkezzen, akár nálunk, akár másutt, aki például szeretne marhát exportálni Azerbajdzsánban. Kereslet van, és nem csak állatra, hanem technológiára is. Ott például egy programot indítottak arra, hogy 10 éven belül önállátóvá kell lenni, mondjuk marhahúsból, ami azt jelenti, hogy addig veszik a húst,
és egyébként meg a technológia felépítésen érdemes gondolkodni. Amit hiányolok a magyar cégek oldaláról, és az állam oldaláról is néha, hogy a stratégia, a menedzsment, meg a szakemberek úgy nehezen állnak össze. Tényleg jó lenne életképes konzorciumokat összerakni, ahol van egy világos stratégia, ahol van világos menedzsment. Ebben mindenkinek a segítségére szükség van. Ugye, amit mondtam, hogy mindenki imád Kínába járni, mert nagy ország, szép ország, meg minden. Én nem látom gyakorlatilag néhány nagyon-nagyon-nagyon magas hozzáadott értékű feldolgozott élelmiszeren kívül azt, amit például Kínába el lehetne adni. Sokkal érdemesebb nyilván a Nyugat-Balkánon próbálkozni közelebb. Ezek lehet, hogy triviálisan hangzanak, de azt gondolom, hogy muszáj elmondani. Ilyen logisztikai törvényszerűségek, például mondjuk az ásványvíz export, amivel nagyon-nagyon sokan megpróbálkoztak, és én nem nagyon tudok mondjuk tartós sikerről 1000 kilométernél, de lehet, hogy csak 500-nál távolabb. Egyszerűen azért, amíg egy palack ásványvíz mondjuk koperbe eljutatása, az többbe kerül, mint amennyire el lehet adni mondjuk az arab piacon, addig nem nagyon tudunk próbálkozni. És ez oda vezet, hogy de hát a franciák is eladják mondjuk az Eviant Dubajba. Hát igen, beletettek néhány milliárdot a marketingbe, és jön a kérdés, hogy mennyit érdemes marketingre fordítanunk. Ez mi magunknak is, mint kereskedő, ez egy nagyon komoly fejtörést okoz, mert nyilvánvalóan nem a marketingen múlik minden, de azért nem megkerülhető téma. Én most azt dobnám be ide kőként, hogy érdemes lenne élesebben elkülöníteni a belföldi, belpiaci és a külpiaci marketinget. Most, hogy így elindult, és kicsit felpörgött a kereskedelmi működése, nagyon sok újságíró megtalált, szinte mindegyik megkérdezi, hogy mi lesz a hungarikumok exportjával. Ezt próbálom óvatosan hűteni, hogy tőlünk néhány száz kilométerre, keletre, délre, nem még nyugatra is, ez a kifejezés nem is értelmezhető igazából. Biztos, hogy senki nem keres hungarikumokat. Viszont mondjuk magas minőségű mondjuk fagyasztott zöldséget, vagy gyümölcsöt, vagy hústerméket, olyat igen. Tehát, hogy az a marketing, ami itthon működik, és érdemes is csinálni, nyilván a belső fogyasztás nélkül és a hazai fogyasztási kultúra fejlesztése nélkül nem megy semmilyen export sem, az nem fog működni Ázsiában, ahol Magyarországról nem is hallottak, és egyszerűen jó európai termékként kell magunkat pozícionálni, mint például Kínába egyértelmű, hogy az európai a kulcs szó. Az európai jelent egy biztos minőséget, egy ellenőrzött egészségügyi hátteret, azt, hogy Magyarország az pedig nem mond semmit. Úgyhogy azt gondolom, hogy építhető ilyen brand, hogy kiváló minőségű, különleges magyar élelmiszer, ahogy egyébként azt gondolom, hogy kicsibe a néhány évvel ezelőtt beindult, aztán ugye valahogy elhalt Wines of Hungary-nek is volt értelme, össze kell gyűjteni egy brand alá az exportálandó termékeket. Amire biztos, hogy lenne kereslet, és amire lehet piacot építeni, az eddigi megkeresések alapján, most itt nem foglalkoznak mondjuk a gabona, meg a vágott állat kereskedelme, mert annak nyilván van piaca. A gyümölcsre óriási kereslet van, itt a minőség, tehát egységes minőségben szállítandó, az a fő kérdés. Ugye állandóan a méz, a dió, de például a fűszernövények iránt is nagyon komoly keresletet érzékelünk. A funkcionális élelmiszerek felé biztos, hogy érdemes elmenni. A kulcs szó lehet, amit tudunk, az élelmiszerbiztonság, és ugye sokszor emlegetett GMO-mentességnek legalább ugye az illúziója. Ugye nyilván amennyire leleplezem magam, de én eredetileg botanikus vagyok, és nyilván tudom, hogy ez nagyon sokáig szélporoszt a növényeknél nem fog működni. De legalábbis ezt tudjuk mondani, és ez egy jó marketing dolog. Hogyha relációt nézünk, akkor egyértelmű, a legtöbb megkeresés az orosz piacról érkezik, és érdekes módon Törökország felől, de ott nagyon-nagyon meg kell nézni, hogy miben vagyunk versenyképesek. Egy döbbenetes 40%-os export növekedés van például Törökország felé, és nem 10 millióról nő 14-re, hanem 1,3 milliárd euróról 1,8-ra.
és ebben vannak mezőgazdasági cikkek. Innen jött mondjuk libatorra megrendelés, de nyers gyapjúra is van, például már futó szállítás. Egy sor olyan termék van, ami mondjuk a törökök keresnek. A Nyugat-Balkán adja magát, és nyilván a környező országok is. Én a távol-keletet, Amerikát, Latin-Amerikát, azt csak a nagyon bátraknak ajánlom, és még egy dologra hívnám fel így multilaterális szinten a figyelmet. Elsősorban az élelmiszer és agrár technológiával foglalkozóknak, hogy ENSZ és mindenféle fejlesztéssel és segélyezéssel foglalkozó szervezetek nagyon komoly beszállítói programokat hirdetnek, amiben a magyar cégek nem nagyon vesznek részt. Ugyanakkor az a néhány, aki megpróbálta, az nagyon pozitív tapasztalatokkal tért vissza. Egészen jól lehet Dél-Kelet-Ázsiában, Afrikában piacot és lehetőséget fogni ezen a területen is. Villog az órám, hogy lejárt az időm. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Jó egészséget a szünethez és a pálinka kóstoláshoz, és állok rendelkezésükre szünetben is. Köszönöm.